Sziasztok, Zoli vagyok, és a mai napon a vadáló köveket mutatom be nektek, ami egy igazán kultikus útvonal a Pilis-Visegrádi hegységben. Valószínűleg már hallottatok róla, és nem csak önmagában szokták teljesíteni, hanem egy 15 kilométeres kört javasolt megtenni dömös településről, lentről felfele felmenni a vadáló köveken, ugye a prédikálószékig, és akkor onnan pedig egy egyszerű úton visszajutni dömösig. Aki ezt az útvonalat választja, az lesz egy kicsit könnyebb dolga, mert ugyanis a vadáló kövek nem egy egyszerű útvonal. De kezdjük is mindjárt az elején. Ebben a videóban prédikáló székről indulunk, tehát a tetejéről, és végig lefele fogunk haladni, ezért többször vissza-vissza fogok nézni, hogy megpróbálom bemutatni nektek azt is, hogy hát milyen meredekségek vannak. Egyébként ezek sokkal jobban kijönnek ilyenkor, amikor lefele haladunk egy túránál, hiszen felfele tudsz mászni, ugye, hogyha így nagyjából szemmagasságban nézel, akkor nem látsz semmit, mint a következő lépcsőfokot, így meg elég mélyre lelátsz. Többször van ebben a vadáló kövek részben, hogy gyönyörű a kilátás a Pilis-Visegrádi hegységre, és a másik nagyon fontos dolog, hogy mivel ezek a kövek nagyon morzsalékosak, görgetegesek, ezért eléggé trükkösek ezen az útvonalon úgymond mászni. Ugye több helyen is látható a különböző kövek, amik így, mintha tényleg így ott állnának kint így random a vadban. Én is rámutatok egy-kettőre itt a videóba, akár a távolban, remélem, hogy azért ki fogjátok szúrni ezeket is. Nem ezekről ismert elsősorban az útvonal, hanem van konkrétan három nagyobb sziklacsoportosulás, amit mindenképpen szoktak fotózgatni. Ugye ebből gyakorlatilag háromból, mind a három nézhető, hogy egyfajta arc is, és az egyik egyértelműen kivehető egy arcnak, de csak érdekes, hogy az egyik oldaláról, a másik oldaláról nem is látszik. Ezt próbálom bemutatni itt a videóban. Egyébként ezt az arcot Attilának hívják, de én még ott láttok másik két arcot, és az egyik nekem tökre ilyen buthás arc, a másik az már nem is tudom, inkább csak az én képzeletem szüleménye. Most térjünk egy kicsit vissza erre a vadáló kövekre, hogy mit is érdemes tudni róla. Ugye ezt említettem, hogy a Visegrádi hegységben egy vulkanikus eredetű sziklacsoportról beszélgetünk, és a prédikáló székkel együtt, ugye a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak egy fokozottan védett területéről beszélünk, ezért, hogyha erre jártuk, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy próbáljátok követni ezt a piros háromszög jelzést, amin végigmegyünk, nem lesz könnyű követni ezen jelzést, mert látjátok majd, hogy mind lefelé, mind felfelé azért nem mindig tudtok bárhol haladni, és elég furcsán vannak felfestve jelzések is. Ugye próbálták úgy megtenni ezt a felfestést, hogy ne nyílba menjél le, vagy ne nyílba menjél föl, tehát nem egyenesen, hanem ilyen kicsit szerpentinezve javasolt felmenni. Ezt az utat viszont elég nehéz megtalálni, főleg azért, mert ezek az utak tényleg annyira ilyen göröngyösek, görgetegesek, folyamatosan változik, hogyha nagyon-nagyon vizes az idő, akkor csúszós, ha nagyon száraz idő, akkor meg az a gond, mert nagyon porzik, tehát ez minden időszakban elég nehéz. Azért is érdemes talán lentről felfele menni, mert hogy kapaszkodni még mindig egyszerűbb, és lefele azért könnyű ugye nagyon megcsúszni. De én már elég gyakorlott vagyok ahhoz, hogy többször is jártam erre mind lentről fentre, fentről lentre, bejártam ezt az útvonalat, szóval viszonylag jól ismerem már a környéket, így mindenféle probléma mentesen lehetett közlekedni, és próbáltam mindenféle útvonalat megmutatni nektek, hogy hol van, amikor én ott egyértelműen jelzés mellett megyek, egy picit lett kell térnem, mert ott biztonságosabbnak látszik, de azért nagyon óvatosan, főleg a sziklapelemeknél. A prédikáló székkel ellentétben itt elsősorban a Visegrádi hegységre láttok majd rá, de azért egy picit látszik valamilyen szinten a Duna, és több ugye ilyen vadáló kőképződményt is láttok. Mint már említettem, nagyon jól meg lehet őket különböztetni, és így fel lehet benne fedezni különböző állatokat vagy formákat. Így érdemes akár, hogyha gyerekkel vagytok ilyet játszani, hogy hát na ott akkor mit láttok, látjátok-e az Attilát, vagy különböző állatokat, tevét, stb. És egyébként valamelyiknek van külön neve, bár legjobb tudomásom szerint csak az egyiknek van hivatalos neve, amit említettem is, ezt majd látjátok a videó adott pontján.
Az útvonal elég népszerű, ezért folyamatosan járják minden évszakban a túrázók. Kisebb gyerekkel azért óvatosan menjetek ide, hogyha tehetitek, akkor lehet akár a könnyebb úton megtenni. Be fogom rakni linkben az egyik útvonal ajánlót, ahogy szoktam. Ennek az útvonalnak a legérdekesebb része itt pont ez a középső szakasz, amikor itt test közelbe kerülnek ezek a sziklacsoportosulások, és ezeket lehet tanulmányozni, nekem ez a kedvencem. És akkor itt is felhívom a figyelmeteket, pont a videóban látszik, hogy az első arcunk, vagy fejünk, az mindjárt rögtön itt a videóban látható lenne, ez a különálló sziklacsoportosulás a második, a távolabbi. Ugye innen nem biztos, hogy kiveszitek azt, hogy ez egy arc, viszont majd a videó egy másik pontján megmutatom ugyanezt a sziklát a másik oldalról, és innen már egyértelművé válik az arc. Vagy itt van, már így közelebb jöttünk, és most már talán felfedezhető egy szem, egy süveg, vagy valami, ezt nyilván a képzeletetekre lehet bízni. Ezek teszik egyébként így érdekessé ezeket a sziklacsoportosulásokat. A legtöbb esetben Attillával szoktak fotózkodni, Attila a Hunnak az arcával, legalábbis így nevezik ezt a sziklát, ami most itt a videóban fog következni. Itt is láthatjátok, hogy ezen az oldalon fel lehet fedezni valamilyen arcszerűséget, de így nem is az igazi. Viszont ha túlmentek és visszafordultok, akkor majd látni fogjátok, hogy miről is beszélek. Ez az a kép, amit gyakorlatilag mindenki leszelfizi magát, azért is láttok rengeteg embert. Ugye innen már egyértelművé válik az, hogy ez egy emberi arc. Thank you.
Remélem érdekesnek találtátok ezt az útvonalat is, és javaslom, hogy fedezzétek fel ti is a vadálló köveket és a prédikáló szék csodálatos kilátását. Sajnos 2024-ben jelenleg még felülvizsgálat alatt áll a rámszagadék, és időszakosan lezárásra került, de egyébként Dömös településről, illetve ahonnan ez a vadálló kövek útvonal elindul, onnan lehet a legegyszerűbben megközelíteni a rámszakadékot is. Addig is helyette javaslom esetleg bejárni a Lukács árkot, ami ugyanúgy mellette található. Igaz, nem olyan látványos, de azért az is ugyanolyan szép. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, és találkozunk a legközelebbi videóban is. Sziasztok!